Téli gyermek és felnőtt ruházatot, jó állapotú játékokat és könyveket is rejtett az a közel 30 zsákadomány, amelyet csütörtökön délután juttattak el a Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz az Evad ZRT dolgozói. Mivel idén sajnos az Eger Advent rendezvénysorozat elmaradt, ezért elmaradt az a bögre akció is, amivel minden évben egy alapot képzünk az eladott bögrék árából, és valamiféle jótékonysági célra szoktuk fordítani. És én nekem nagy örömömre az Evad ZRT dolgozói úgy döntöttek, hogy akkor ők saját jogon fognak adományt adni a rászoruló családoknak, úgyhogy így kerültünk el végül is a Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz. Az Evad ZRT dolgozóinak felajánlása közel 400 nélkülöző családhoz jut majd el az ünnepek előtt, a Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül. Az évvége, ez a téli időszak az mindig egy nehezebb, problémásabb történet a nehéz helyzetben lévő családoknak, hiszen ugye fűteni is kell, meleg ruhák kellenek. Gyakorlatilag, amit lehet mondani, a tartós élelmiszer az mindig egy jól felhasználható alapszükséglet, illetve a téli ruhák kisgyerekes családoknál az szintén egy olyan dolog, aminek igen csak örülnek. Farkas Attila, a polgármester elmondta, az elmúlt időszakban egyfajta társadalmi összefogás alakult ki a segítségnyújtás tekintetében. Élelmiszercsomagok tekintetében ebben a hónapban négyszer többet adtunk ki, mint az ezt megelőző időszakokban. Ezt a családsegítő és a polgármesteri hivatal segítségével juttattuk el a családokhoz. Segélyezések tekintetében most már a hónap közepén elértük az éves átlagot, ez közel 500.000 forintot jelent. Az önkormányzat számos civil szervezettel kötött együttműködési megállapodást, tőlük folyamatosan kapjuk a felajánlásokat. Az átadón elhangzott, az idei évben örömmel tapasztalták, hogy a kialakult vírushelyzet ellenére a segíteni szándékozók száma is növekedett.